Mecseknádast főutcáján egy hagyományos falusi parasztházban műhelyt és bemutatótermet találunk. A csinos kis porta minden szeglete arról árulkodik, hogy itt egy fazekas népi iparművész él és dolgozik. A falu határában jó minőségű éghető agyag bányászható, melyet már évszázadokkal ezelőtt felfedeztek. A korabeli fazekasok szellemi örökségét a mai napig őrzi és műveli Gradvol Zsolt. Érkezésünkkor éppen egy mecseknádasdra óbányára jellemző tejfölös, tejtartó füles bögrét korongozott. Csak annyi, hogy felhozom egy ilyen kúpalakba az egészet. Ezt azért csinálom, hogy tömörödjön, és meghet a levegő még, ami van ki. Szorítom belőle. És akkor a végén lecsipem ezt a részt. Majd visszalenyomom. Közben azért tartom a kezembe az agyagot, hogy ne azt csinálja, amit ő szeretne, mint én diktálok neki. Majd kifuram, vagy mutató, vagy hüvelykújja, ki hogy szokta. De azért egyből vigyázok, hogy ne menjek le a lap aljáig, mert különben nem marad alja. És ott folyamatosan rúgom a korongot. Mivel azért, hogy lendület kell. Az emberek jobban a pandémia időszaka alatt rákaptak, hogy azért otthon is főznek már, és akkor ezekben az edényekben teljesen más lesz az étel, más íze lesz, úgyhogy nekem annyira bejött, mi is használjuk a gázon is, akár benne a sütőbe az edényeket. Most csinálok neki egy kiöntőt. Úgyis akkor holnap az egy fület innen. Gradvol Zsolt népi iparművész fazekas tárgyai mecseknádasd németségének tradicionális anyag, szín és forma világát örökítik meg. Ez egy fekete írókának hívjuk mi. Ez régen cserépből volt, luttollal, és itt ki volt metsze középen, és így öntötték be a festéket, és be kellett spécin lőni, hogy ne folyjon. Most már azért rakhatok bele sűrűbbet is, mert nyomom, és azt meg nem lehetett nyomni a kerámia természetesen. Úgyhogy meg dolgoztak ökörszarval is még régen. Akkor rakok bele még egy hullámit ide a szélére. És ennyi egy csík, meg két-három csíka, és a hullám. Most akkor megfordítom. Egy készletnek a része, igen, egy tésztástál gyakorlatilag. De lehet egy ilyen kis kínálótálka, vagy salátástálka is akár külön. Kék, az egy fontos, barna, zöld, sárga, fehér például, az is, én nagyon szeretem a világos színeket. Fehéret esetleg, meg a sárgát, főleg készleteknél az nagyon jól érvényesül. A díszítésnél ez gyakorlatilag úgy történik, hogy először meg van korongozva a tál, vagy az edény, teljesen mindegy, akkor leöntöm egy festékkel, ezt mi engobnak hívjuk szaknyelven a festéket, és akkor ez szárad egy napot, körülbelül ilyen lesz ilyen bőrkemény, hogy ha megfogom, akkor ne lássam az új lenyomatomat. És akkor különböző eszközökkel lesz kikarcolva gyakorlatilag a minta. Ilyen karctűvel, akkor ilyen behajlított késsel, van egy kanálformám, kanállal és villával, 3-4 fogú villákkal, ilyenekkel lesz díszítve. Csak sajnos most nincs olyan állapotban lévem, amit meg tudnék mutatni, hogy úgy lehessen díszíteni. Lényeggel a lényeg az egésznek, hogy ott nem tudok téveszteni, nem szabad, tehát nem is lehet téveszteni, mert nincs radírozási lehetőség. Amit behúztam, az úgy marad, nem rontottam annyira el, akkor kiégetem, esetleg olykóda lehet valakinek ajándékozni, vagy ilyesmi. Például van ott egy ilyen fehér tányér, egy régi, azon lehet látni, hogy van a hullám a szélébe, ott egy kicsit jobban meghúzta, például az is egy elég nehéz forma, hogy kijöjjön. Vannak ilyen nehéz formák, mert itt ki is kell jöjjön, szépnek is kell legyen, mélynek is,
mert nem lehet utána javítani, mert akkor utána javítom, az csak egy ilyen mismás, ilyen gányolás lesz. A mesterember az utóbbi időben a mai kor elvárásainak megfelelően egyszerű, mégis gazdag formavilágú használati tárgyakat is készít, melyeket hagyományos, lábhajtású korongján formázza és díszíti. Az az igazság, hogy szerintem ez az egész népművészeti dolog a 70-es, 80-as években, amikor indult ez az egész, akkor nagyon ment, mert akkor voltak a népművészeti vásárok, és akkor mindenki vagy korongozni szeretett volna, vagy nemezelni, vagy kosárfonó, vagy szövő akart lenni. Akkor abban az időben nagyon sok jelentkező, meg hát akkor nagyon sokan tanulták, meg hát volt OK és képzés is a műfázok keretén belül, oktatták ezeket. Most nagyon nehéz, nem is tudom, hogy hol lehetne ilyen iskolát talán fellelni. Azt hiszem az Alföldön van még egy-kettő, ahol kimindottan oktatnak ilyeneket, de itt nem is tudom Baranyában, hogy hol lehetne ilyet. Hogy csak nem egy mesternél megtanulni, és mert annak idején, aki nálam tanult, az a leányzó, az is én itt tanítottam 2 évig, és utána Zsolnaiba végzett. Ott kellett neki a vizsgamunkát, meg a korongozást letenni ott. Sőt, bírálták el. A fazekas népi iparművész előzetes egyeztetés alapján csoportok és egyéni látogatók részére bemutatót is tart a fazekas házban.